És hát tulajdonképpen Vágbölgyi Gergellyel folytatjuk, mert Tóth Gábor, ha úgy jól tudom, akkor lebetegedett már sajnos. Hát akkor innen is jobbulást kívánunk. Gergő, viszont téged üdvözlünk a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, szervusz. Teremtésvédelem. Ebben a hónapban ezt is, erre a dologra is megemlékezünk, de tulajdonképpen csak úgy körvonalakban mit is jelent ez? Mert hogy ezt a két, tehát ez egy összetett szó. Miből tevődik össze? Így van, szerintem borzasztó fontos nyelvi kérdésről beszélünk, akkor is, hogyha a látszat ezt eltakarja. Mm. Alapvetően ugye miről beszélünk teremtésvédelem alatt? Természet- és környezetvédelemről, keresztény megközelítésben, sőt katolikus megközelítésben. Ugye komoly probléma az, hogy a világ felfedezte, a világ egy jelentős része legalábbis felfedezte, hogy helyzet van, tennünk kell valamit, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Viszont kevés igazibb dolog van katolikus ember számára a küldetés terén, mint a teremtett világ megőrzése. Mm. Tehát mi keresztények, amikor arról beszélünk, hogy környezetvédelem, természetvédelem, klímavédelem, akkor igazából teremtésvédelemről kell, hogy beszéljünk, hiszen a mi megközelítésünk mi, az természetesen biblikus, a teremtett világ, amelyet Isten ránk bízott, és nem azért bízta ránk, hogy leigázzuk, hanem hogy gondoskodjunk róla és továbbadjuk a gyermekeinknek, unokáinknak, erre mindenképpen figyelnünk kell. Vannak olyan folyamatok, erről szerintem minden néző nagyon-nagyon sokat hallott már, nélkülem is vannak olyan folyamatok, amik borzasztó irányba viszik a földgolyót, amik olyan hatást gyakorolnak, hogy gyakorlatilag napról napra kétségbeejtőbb az állapota. És mire gondolsz itt ezekre a folyamatokra? Árvizekre, a túlzott csapadékmennyiségre, a pusztító tüzekre, vagy ezek már csak következmények? Ezek, amennyire én látom, következmények. Én ugye nem szakember vagyok, hanem egy újságíróként ültem be ebbe a beszélgetésbe, viszont pont ezt szeretük volna a vasárnap.hu-val megtenni, hogy ráirányítsuk erre a folyamatra az olvasóink figyelmét, és szakembereket szólítsunk meg. Ők folyamatosan arról számoltak be ezekben az interjúkban, cikkeikben, hogy olyan következményeket látunk most, tehát amikor látszólag minden felfordul, akkor azok következmények, és olyan következményeket látunk, amelyek egyértelműen köthetők azokhoz az emberi tevékenységekhez, amelyeknek mi nem szabunk gátat. És hát akkor megint ott vagyunk, hogy a katolikus egyház tanítását jó lenne elővenni, ami például kimondja azt, hogy nem szabad túlfogyasztani, ami kimondja azt, hogy az erőforrásainkkal jó gazdaként kell bánni, gondoskodóan kell a környezetünkhöz fordulni, gondoskodóan kell az embertársainkhoz is fordulni. Hova tovább? A böjtnek lehet egy ilyen aspektusa is, a mértékletességnek lehet egy ilyen aspektusa is. Éppen most egyébként, ahogy jöttem ide a televízióba, az autóban rádiót hallgattam, és elhangzott az a nagyon érdekes adat, hogy csak Magyarországon évente annyi élelmiszert dobunk ki a kukába, amiből egy éven keresztül 500 000 embert minden nap háromszor meg tudnánk etetni. Mértékletességre kell tanítanunk önmagunkat és a gyermekeinket is, különben nagyon-nagyon késő lesz. Ferenc pápának 5 éve jelent meg a Laudato Si kezdetű enciklikája, ami elemi erővel világított rá a katolikus egyháznak és a katolikus embereknek a feladataira. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy a magyar sajtóban egyedülként örömmel csatlakozunk ehhez az 5 éves évfordulóhoz, hiszen a világegyház meghirdette a Laudato Si hónapot, és ennek keretében mi szeptember elejétől gyakorlatilag október közepéig folyamatosan egy tematikus hónappal jelentkeztünk, és ennek keretében jelentek meg ezek a tartalmaink. És egyébként milyen programokat? Igyekeztünk az offline térbe is kilépni, ugye most ez is mindenkinek már könyökké jön ki, hogy Covid helyzet van, óvatosan kell programokat szervezni, de Tóth Gábor kollégám, akinek én is innen a stúdióból is jobbulást kívánok, egy nagyszerű szakmai konferenciát szervezett a Párbeszéd házában még szeptemberben, ahol sikerült megszólítani olyan remek előadókat, csak egy példát hadd említsek Dabóczi Kálmán személyében, akik látják a probléma gyökerét, és jól tudnak arról beszélni, pontosan tudják bemondani, hogy milyen válsághelyzettel is állunk szemben, és ezek az előadók egy teljes napon át mutatták be a teremtésvédelem különböző aspektusait, gyakorlati tanácsokat is adva. Ugye ez egy tipikusan olyan történet, amiről nagyon sokat beszélünk, de viszonylag ritkán hangzik el
konkrét, apró pénzre váltható, a hétköznapjainkban megvalósítható tanács. Igyekeztünk ennek is az élére állni, ebben is jó példát mutatni az előadókon keresztül. Élőben közvetítettük ezt a konferenciát, valamennyi szekcióját a mai napig Facebookon, YouTube-on, illetve a vasárnap.hu-n ezek a videók megtalálhatók, tehát aki most szeretne csatlakozni a keresztény teremtésvédő mozgalomhoz, az ezúton is megteheti. Szerintem ez egy hiánypótló dolog, és nagyon örülök, hogy egyre többen kapcsolnak, ha pestiesen fogalmazhatok. A TEDx-nek is volt egy hasonló kongresszusa, vagyis konferenciája, amit online lehetett közvetíteni, vagyis hallgatni, csatlakozni hozzá múlt héten. Ez bizonyos korcsoporthoz tud szólni, viszont nektek van egy Trashformer nevű kis hulladék és szemléletformáló lényetek, illetve hát majd lesz, ez még előkészület alatt van, és én ennek azért néztem utána, mert nekem ez egyébként nagyon szimpatikus, mert sokkal fiatalabbakhoz is tudtok szólni ezzel a kis lénnyel. Most nem tudjuk megmutatni, de ha megjelenik, akkor feltétlenül várunk ezzel a kis képregénnyel. Egy kis kiadványról beszélünk. Így van, ennek is próbáltunk teret engedni, hogy ez a kiadvány bemutatásra kerüljön a vasárnap.hu-n, sőt, elsőként közöltünk erről ugye grafikákat. Nagyon fontos az, igen, hogy a gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket hogyan szólítjuk meg, és hogyan állítjuk, ha tetszik, csatasorba, vagy hogyha békésebb üzenetre van szükség, akkor hogyan hívjuk meg a teremtett világ védelmére őket, hiszen rengeteg múlik rajtuk. De mindannyiunk egyéni felelőssége és a közösségi felelősségünk is hatalmas nagy. Azt gondolom, hogy igen, egy-egy ilyen próbálkozással, egy-egy ilyen kiadványjal meg lehet szólítani olyan rétegeket is a teremtésvédelem ügyének, akik eddig esetleg passzívak voltak, vagy úgy gondolták, hogy ők nem tudnak érdemben hozzájárulni ehhez, de mindannyian érdemben hozzá tudunk járulni. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Szerintem ez egy nagyon nagy probléma egyébként, hogy az emberek azt gondolják, hogy ők csak csepp a tengerben, tehát mit tehetnék én? De hát mit tehetünk? Mindenfélét tehetünk. Te például mit teszel? Mi nagyon sokat gondolkoztunk ezen a feleségemmel, és amikor megpróbáltunk átállni egy hulladékmentes, tehát nyilván egy minimalizált hulladéktermelő életre, akkor jöttünk rá, hogy micsoda hatalmas mennyiségű felesleges szemétmennyiséget termelünk meg nap mint nap a magunk kis háztartásában. Tehát ha már egy kicsit tudatosabban vásárolunk, tudatosabban használunk, vagy hát egyáltalán nem használunk műanyag zacskót, kevesebb, vagy egyáltalán nem iszunk palackozott vizet, italt. A gyerekeknél az eldobható pelus egy hatalmas nagy kísértés, mert könnyű és kényelmes, de a mosható pelenkára való átállás annak ellenére, hogy nehéz és fáradtságos, látványos eredményt hoz. Tehát egy-egy fiatal család háztartása körül is bőven van mit tenni, bőven lehet megtalálni azokat az utakat, amikkel akár a felhasznált energia mennyiségét, akár a hulladék mennyiségét racionalizáljuk, csökkentjük, és legalább ennyivel hozzá tudunk járulni. Illetőleg, hát én is két gyerekes apukaként, bár a gyerekek még elég picik, de nyilván próbálom a természet szeretetét megtanítani sokat nekik. Sokat kirándultak. Így van. Tehát az, hogy kimegyünk, az, hogy megnézzük a fákat, az, hogy beszélünk arról, hogy nézd, milyen gyönyörű a levele, megnézzük a csigabigát, megnézzük az állatokat, megtanulják azt, hogy ez érték, ami körülvesz minket, és nem magától értetődő, hogy ez így van, hanem a Jóistentől ajándékba kaptuk, akkor szerintem már ezzel a szemléletformálással is haladtunk. Én például személy szerint is rendkívül hálás vagyok a nagypapámnak, aki erdész volt, és aki a legkisebb korunktól fogva vitt engem és az öcsémet, és mentünk ki az erdőbe, és megtanított nagyon sok mindenre minket, és átadta az erdő hangulatát, az erdő örömét, a természet létezésének örömét, ezt próbálom én is továbbvinni. Amikor arról van szó, hogy kaptuk, ugye teremtett világ, és mi kaptuk, és az ember valamelyest a teremtés csúcsa, tehát hogy vigyáznia kéne rá, vagy vigyáznia kell rá, tehát hogy ez tényleg egy felelősség, ez egy olyan fajta vállalás, akarva akaratlanul, amit muszáj. Mégis, minthogyha az látnánk, hogy mi magunk vagyunk az okai annak, hogy maga ez a teremtett világ köztünk elkezdett, hogy mondjam, tehát, hogy sok minden történik, ami nem pozitív, és nekünk kellene, hogy vigyázzunk rá, tehát felelősségünk van. Hogyan lehet
amit tesztek, csodálatos, de hogyan lehet tényleg tettekre kényszeríteni az embereket, mert manapság már sajnos tényleg csak a kényszer az, ami meghozza a gyümölcsét, vagy teljesen negatívan látom már? Nem, én sem vagyok feltétlenül minden szempontból optimista ebben a kérdésben. Akkor, ha már ide idéztem, akkor Dabóczi Kálmántól hadd hozzak egy példát, ezen az ominózus vasárnap.hu konferencián hangzott el. Ugye ő arra utalt, hogy 10-15-20 éve még nagyon ritka volt az, hogyha megálltunk gyalogosként a zebra mellett, akkor az első autó automatikusan fékezett, tudta, hogy elsőbségünk van, udvariasan átengedett minket, hanem sokszor percekig álltunk ott, míg valakinek leesett a tantusz a sofőrök közül, hogy hát a zebrán bizony a gyalogosnak elsőbsége van. De elindultak intenzív kampányok, elindult egy társadalmi szemléletformálás, aminek következtében ma már inkább azon csodálkozunk, ha nem áll meg rögtön az első autós márkától függetlenül a zebra előtt. Hogy ugyanerre van szükség a teremtésvédelem terén is, szépen lassan ezt, nem lassan, mert nem sok időnk van, de szépen és intenzív munkával egy társadalmi szemléletváltást, szemléletformálást kell végeznünk. Ez az egyéni példaadáson keresztül is történik, a közösségi példaadáson keresztül is történik. Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, mert mi magunk is most ugye ebben az adásban sokat beszélgetünk a mi személy szerinti felelősségünkről, vagy a kis családjaink felelősségéről. Nagyon kockázatosnak tartom azt a liberális érvelést, ami minden felelősséget az egyénre tol. Hiszen közben vannak mamut cégek, amik egy-egy egyén nyilvánvalóan sokkal többet tehetnek, és velük olyan elnézőek tudunk lenni. Tehát teljesen természetes az. Vagy egyszerűen csak nem ismerik a részleteket, és ezért nem tudunk úgy rálátni. Igen, igazad van. De nagyon fontos, hogy erre is felhívjuk a figyelmet, és legyünk felelős fogyasztók. Tehát mondjuk azt, hogy ha a vállalat magától nem lép egy ökológiai megtérés irányába, akkor mi a vásárlásainkkal, a döntéseinkkel kényszerítjük arra, hogy már pedig illeszkedjen ehhez a társadalmi folyamathoz, sőt, ha tetszik, lépjen ennek élére. Ezt meg tudjuk tenni cégekkel, meg tudjuk tenni társadalmi szervezetekkel, meg tudjuk tenni a civil szférában, a közigazgatásban, tehát mindenhol van feladat, és nyilvánvalóan az alulról jövő építkezésekhez egy felső akaratnak is társulnia kell ahhoz, hogy igazán hatékonyak és eredményesek legyünk. De egy-egy plébánián is nagyon-nagyon sok feladatunk van. Szerintem mindannyian jártunk már olyan búcsúi alkalmon, rendezvényen, ahol ott voltak a hatalmas kukák, mindenki műanyag pohárból ivott, papírtányéron evett, mindenki elhasznált 5-6 szalvétát 3 szendvicshez, és aztán ez mind kikerült. Jó esetben szelektív hulladékba, rossz esetben úgy a kommunális kukába. Tehát az egyházközségeknek, a egyházi szervezeteknek, csoportoknak is hatalmas felelősségük van, és hatalmas lehetőségük van, látsuk a pozitív oldalról, amúgy, hogy az ökológiai megtérés felé elinduljunk. Gergő, nagyon-nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz, és ezt tényleg őszintén mondom. Köszönjük szépen!